Decemberben ismét segélycsomagokat osztottak szét Ukrajnában az Ukrajna konfliktuszónáiból menekülő rászoruló családok részére a pünkösdi cigány misszió szeretetszolgálat munkatársai. A jótékonysági akció az Erdő kanadai keresztény segélyszervezet támogatásával valósulhatott meg. A csomag az úgy terveztük és úgy szerveztük össze, hogy minden olyan alapvető élelmiszer legyen benne, ami szükséges egy családnak a fenntartásához, létfenntartásához. Ebben van liszt, cukor, olaj, vaj, de van benne tisztítószer, WC-papír, és tettünk bele valamennyi kis vitamin, gyógyszert is, próbáljuk így támogatni őket. És nagyon érdekes információ jutott most a birtokomba, mert kérték, hogy nem tudunk-e hozni gyertyát, mert arra lenne a legnagyobb szükség. Ugye naponta, vagy szinte most már minden nap kikapcsolják az áramot, egy-egy óraosszára visszakapcsolják, és igazából azzal világítanak. Talán most arra lenne a legnagyobb szükség. Vannak olyan gyerekek, akik két napja nem esznek. Vagy csak este esznek, csak egyszer főznek, vagy két naponta. Vagy még rosszabb. Kukákba járnak, ivóvíz nincsen, villanyszolgáltatás nincs, egy ritkában. 4 óra hosszára kapcsolják be egy nap, tehát ez egy normális családnál is feszültséget okoz. Az ilyen családoknál meg még nehezebb, mert nincs lehetőségük gyertyát venni, vagy éppen lámpát, vagy bármit, amivel tudnának világítani. Annyiból jó, hogy még ilyen fűtőtesteket raktak fel, és tudnak tüzelni kis meleget. Istennek köszönjük először is, hogy küld embereken keresztül nekünk, hogy ne halljanak meg a kis pulyákeihez. Mert ha nem volna, hát mi bűl volna, honnan volna? Mert én is beteg, a lányom is beteg, most halt meg a fiam nem régen. Úgyhogy van elég. Én már 68 éves vagyok. Szakis nyugdíjat kapom, a gyermekemnek mind a két lába ilyen, az is nem bír. Még fel se bírálna az ágyból, áttálazom. A fiatal Elena férjével és 3 gyermekével egy olyan városból volt kénytelen munkácsa menekülni, ami mára szinte a földé vált egyenlővé a támadások miatt. Az van, hogy még éltünk normális, amikor kitört a teljes háború februárban, akkor még ott maradtunk egy kicsit, mert azt mondták a katonák és a hatóság, hogy ne féljünk, mert erős a frontvonal, fogjuk tartani, de nap mint nap annyira bombáztak, hogy a ház teljesen remegett, a gyerekek nagyon féltek, és a testvéreink, mert gyülekezetből vagyunk, mi is ottan szolgáltunk, és a testvérek becsengettek, hogy okvetlenül a gyerekeket mentsünk ki és vigyünk el. És abban a napban az állam szervezett vonatokat és az embereket menekítették ki onnan. És mi is úgy döntöttünk, hogy kimegyünk onnan, mert nagyon féltünk, a ház remegett, már több házakat is felrobbasztottak, és beültünk a vonatba és eltünk egy másik városba. Én nem bírtok elképzelni, hogy milyen nagy segítség egy egyszerű ilyen kis táska, amit ti adtok, azért mert kapunk az államtól valamilyen segítséget, mink is, többiek is, de az összes pénz, amit kapunk ilyen segítséget, azt mindent az emberek belefektetnek, hogy tudják fizetni a lakásokat. Nekünk jó, mert karcserekünk ad ezt a házat, de viszont nagyon sokan bérelnek házakat, úgyhogy amikor kapnak ilyen élelmiszert, ez nekik nagyon sokat jelent, mert nem adnak ki érte pénzt, hanem ezt kifizetik a lakásokat. Úgyhogy ezt a szavakban nem is lehet elmondani, hogy milyen a segítség egy egyszerű ilyen táska élelmiszer.